elején volt bennem egy gondolat, hogy minden egyes tagot köszöntsek, hogy melyik gyülekezetből jött, de aztán inkább letettem róla, mert biztos vagyok benne, hogy legalább a fele kimaradna a gyülekezeteknek, ahonnan jöttek most a testvérek, de így együtt szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a mai alkalomra, az ország bármely részéről is jött, bármelyik gyülekezetből. Akit viszont szeretnék személyesen is köszönteni, a hetednapi adventista egyház Dunamelléki egyház területének elnöke, dr. Őszfarkas Ernő testvér és az ő felesége Krisztina, aki a mai alkalommal az igét is meg fogja nyitni az ő, ami számunkra, kérjük Isten áldását az ő szolgálatára. Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet. Nagyszerű ünnep van ma a nágócsi gyülekezet életében, amikor a hetednapi adventista világszéles egyházba fog újjászerveződni és újjászületni. Számomra kiváltság itt lenni egy ilyen alkalmon, és muszáj kötelességem egy üdvözlettel kezdeni. Tegnap estig, illetve nem, ma reggelig a legfiatalabb gyülekezet a Dunamelléki Egyház területen, a Ráckevei gyülekezet, még ezekben a pillanatokban is, még mindig, ők a legfiatalabb gyülekezet, a Dunamellék 53. gyülekezete. Ők küldik legfrissebben a szeretetteljes üdvözletüket, és mondtam nekik, hogy ne sokáig örüljenek, csak néhány óra, és a nágócsi gyülekezet átveszi tőlük ezt a stafétabotot, és egy darabig ti lesztek majd a Dunamelléki egyházterület legfiatalabb gyülekezete. Amit történik ma? Szeretném ezt így az elején tisztázni, az nem egy adminisztratív kérdés. Nem valamilyen egyházi jogászok és bürokraták által kitalált formai forgatókönyv. Mert ha ez így van, akkor azt mondom, hogy a házasságkötés pillanata is csupán egy papírgyártó folyamat. És egy fölösleges kérdés, és egy fölösleges igen. Márpedig akik átestetek ezen Isten színe előtt, az oltár előtt, tudjátok, hogy ez nem így van. Mert történik valami itt a Földön, nem azt jelenti, hogy ott indul el egy kapcsolat, nem azt jelenti, hogy ott látja egymást a mennyasszony és a vőlegény. Volt egy előélet ennek a kapcsolatnak. Van, akiknek hosszabb, van, akiknek rövidebb, de volt. Mégis attól a pillanattól kezdve, attól az igentől kezdve valami történik, aminek van lelki, közösségi és jogi következménye. Így van ez? És ez lesz, pontosan ez lesz ma is. Vagy amikor keresztségre összegyűl, akkor nem azt mondjuk, hogy megnedvesítés vagy vizesítési akció van, hanem azt mondjuk, hogy valami külső dolog történik, ami egy belső valóságot nyilvánosságra hoz, nagy nyilvánosság előtt, és megerősít benne. Kérem, hogy tekintsetek, akik ebben különösen érintettek vagytok, így erre a napra. Nem formai történet ez. Nem valami történik, Isten színe előtt valami történik, a tanúk színe előtt, a közösség színe előtt, és valami történik bennetek is. Mert Istennek teszünk fogadalmat. És ezek nem puszta szavak. Isten igét megnyitjuk, mert érdekel az bennünket, hogy amire készülünk, annak van-e igei alapja. Mit mond Isten igéje? Hogyan álljunk mi ezt hozzá? Van-e bármilyen jelentősége az egyházhoz tartozásnak, vagy pusztán valamilyen szociológiai képződményről van szó, és ehhez való csatlakozás, az valami ehhez hasonló folyamat. Isten igéből a Korintusi első levél 12. fejezet 27. versét olvasom elsőként. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és tagjai részszerint. Valamint a Kolossé levél első fejezet 18. vers, ami azt mondja, és ő a feje a testnek, az egyháznak. Az a két
ige, ami Pál apostol teológiájában nagyon egy helyre tartozik, együtt az Efézusi levéllel, ami az egyházról szóló teológiának a kifejtése, néhány nagyon fontos lelki tanúságot hordoz. Nem azért fogom ezt elmondani, mert azt gondolom, hogy nem ismeritek ezt, hanem azért, mert vannak pillanatok, amikor ezt el kell ismételnünk. Amikor ezt meg kell újraértenünk, akkor is, ha értjük. Mert egy olyan pillanatban van a gyülekezet, amikor erre szüksége van. Hát az első, amit Isten igéje itt nagyon világosan kijelent, hogy van egy fej. Van egy feje az egyháznak, van egy feje a testnek. A bibliai szóhasználat szerint a fej nem egyszerűen csak egy tag a testben. Nem ugyanaz, mint a kéz, nem ugyanaz, mint a láb. Különleges jelentősége van az ókori gondolkodásban, és van egy külön szó is erre, a kefalé, amit először érdekes módon az állatokkal kapcsolatban használtak. És azért hordozza ezt a jelentés tartalmat, mert az ókori ember azt figyelte meg, hogy a fej az valamilyen különleges szerv az embernek, vagy az állatnak, mivel az megy elől. És úgy tűnik, mintha a fej húzná maga után az egész testet. Ezt teljes mértékben el tudjuk fogadni, hogy ez nagyon élő megfigyelés volt. A fej az emberek között is azt jelenti, hogy az első, aki elől van. A bibliai szóhasználatban, amikor fejet olvasunk, akkor mindig ez az elsődleges jelentése. Valaki, aki elől megy, átvitt értelemben nyilván a vezető, vagy éppen a család feje. A Korintusi Levél 11. fejezetében ezt a képet kiterjeszti a családra is. Azt mondja, hogy úgy van ez, mint a családban. Ahogyan a férfi feje a feleségnek. És itt jön egy másik értelme ennek a szónak. Az elmúlt évszázadok során nagyon sokféle értelmezést olvastunk, hogy mit is jelent, hogy a férj feje a feleségnek. Külön vallások, külön irányzatok születtek. Sok családon belüli erőszaknak is a teológiai megalapozását vélték ebben felfedezni, de a bibliai szóhasználatban nem ez jelent. Teremtés történetre utal ez a kifejezés, és azt jelenti, hogy azért feje a férje a feleségnek, mert a feleség belőle származik, az ő testének része. Nem külön anyagból származik, hanem a férfi testéből indult el a nő, és az a feje azt jelenti, hogy belőle származik. Tehát most már tudunk két jelentést a fejnek. A feje az, ami elől megy, és húzza maga után a testet. Biblia értelemezés második arculata, fej az, amiből származik a test. A teremtés történet alapján. Honnan ered Pálnál ez a kép, és miért olyan fontos számára? Az ő megtérési élménye különleges volt. Elindult Saulus Damaszkuszban, mert volt egy szent feladata, úgy érezte, hogy meg kell védenie Isten népét. Úgy érezte, hogy van egy szekta, ami veszélyezteti az ősi igazságokat. És ezért elindult, hogy embereket megfogjon, hogy egy szektát, egy szervezetet tönkretegyen, hogy üldözze ezeket az embereket, elvigye magával és börtönbe tegye. Tehát még egyszer, kiket üldözött Saulus? Embereket. És mégis mi az, ami megdöbbentette őt? Amikor az a nagy fényesség megállította, hallott egy hangot. Úgy vakon, amikor leesett a földre. Saulus, miért üldözöl engem? Miért? Ő embereket üldözött, nem Jézus Krisztust. Létezik, hogy van itt egy igazság, amivel eddig keveset foglalkoztunk? Aki üldözi Isten népét,
aki bántja Isten népét. Kit üldöz? A Biblia alapján. Nem az alapján, ami a fejünkben van. Jézus Krisztus. Miért? Mert ő a fej, és az ő népe az ő teste. Aki bántja a test bármely tagját, aki bántja Isten népét, Isten szemefényét bántja azért, mert az Jézus Krisztus teste. Ez a Bibliának egy sarkalatos igazsága. És emellett nem lehet elmenni. Ezért az egyház nem épület. Ezért az egyház nem liturgia. Ezért az egyház nem a kórus, nem a szolgálattevők, nem a prédikáció. Ezért az egyház Krisztus teste. Ezt tanítja a Biblia. És egy nagyon világos tanítás. Kétség nem fér hozzá. Kolossi levél kozmikus dimenzióba helyezi ezt a kifejezést, és azt bizonygatja, hogy Krisztus az egész kozmosznak az ura, teremtője és fenntartója. És azt állítja, hogy minden ennek a fejnek van alárendelve. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ez a fej, ami elől megy, amiből származik a test, az kiterjed úgy az élő, mint az élettelen világra. De vannak olyanok, akik ezt tudják és elismerik, és vannak olyanok, akik ezt nem tudják és nem ismerik el, vagy tudják és nem ismerik el. Tudjátok, miben különbözik az egyház ezektől? Hogy az egyház tudja és elismeri. Ebben különbözik az élettelen elemektől, vagy azoktól az emberektől, akik tudhatnák, de nem fogadják el és nem ismerik el. Az egyház önként vállalja, vallja, hogy Krisztus a fej, és belőle származunk, és ő a fenntartója, ő a mozgatója az egyháznak. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a fej nem csak arra utal, hogy ő az első, hanem hogy belőle származik, ő a tulajdonos, és ő táplálja a testet. Ezt jelenti, hogy Krisztus a fej. Azonban van itt egy másik gondolat ebben a két igében, amit nem tudunk megkerülni. Ha van fej, akkor lennie kell testnek is. Mit jelent a test? Hát először is azt jelenti, hogy nem önálló. Van ilyen? Amikor a test önállósítja magát a fejtől. Van ilyen? De annak mi a neve? Nevén tudná valaki nevezni? Tessék? Holttest. Holttest. Van ilyen? Ez a holttest. Tehát, ha egy test azt gondolja, hogy föléje helyezkedett, azt gondolja, hogy már nem kell Krisztustól függenie, azt gondolja, hogy van valami, ami fontosabb, mint Krisztus. Ha egy gyülekezet, egy egyház azt mondja, hogy van valami, amit jobban kell, magasabbra kell emelni, mint Krisztus, amiről többet kell beszélni, mint Krisztus, amiről többet érdemes vitatkozni, mint Krisztus, az a gyülekezet önállósítja magát a fejtől. Létezni fog, itt lesz, fizikai értelemben mozog, de lelki értelemben holttest. A test addig él, amíg Krisztust elismeri főnek, amíg Krisztusból származtatja az erőt és az energiát, amíg őt emeli fel, amíg egy gyülekezet életében ő az első, róla szól minden, az a gyülekezet él, és az a gyülekezet Krisztus teste. Ha embert emelünk föl, ha hagyományokat emeljük föl, ha szokásainkat emeljük föl, az a gyülekezet nem lesz Krisztus teste. Másik következmény is van itt a test témában. Nem lehet Krisztushoz tartozni úgy, hogy elutasítom a testet, az egyházat. Tudom, hogy súlyos mondat ez, de ez Isten igéje. Nem lehet a fejhez, Krisztushoz tartozni úgy, hogy elutasítom az ő testét, az egyházat.
ilyen nincs. Teológiai értelemben ki lehet találni ilyeneket, de lelki értelemben ilyen nincs. Ha elfogadom Jézus Krisztust, elfogadom az ő egyházát is. Ilyen egyszerű kép, amivel Pál apostol egy nagy teológiai igazságot tesz egyszerűvé. Egy sejt nem tud úgy kapcsolódni a fejhez, hogy ne fogadja el a többi sejthez való organikus kapcsolódást. Egyetlen egy sejt sem tud a test nélkül a fejhez kapcsolódni. Ezért szeretném kimondani azt a szót, hogy az egyház éppen ezért szervezett, és két tével mondom, úgyis jó, hogy egy tével, de úgyis jó, hogy kettővel. Azok a sejtek, amik alkotják a testet, azok nem villával vannak összehányva. Nem egy nagy sejt, rendezetlen csomag az ember, hanem meg van tervezve, hogy hol vannak a hámsejtek, hol vannak a fényérzékelő sejtek. Nem a sarkunkban vannak a fényérzékelő sejtek, hanem itt vannak a retinában. Valaki ezt megtervezte, valaki ezt kitalálta, valaki összerendezte a sejtek szervezetten és rendezetten alkotják a testet. Jól körülhatárolható egységekből áll. A szervezet az Ószövetségi Egyházban is feltűnő jelentőséget kap, amikor látja Jetro, hogy Mózes ott van, és az egész népet próbálja bírálni, próbál bíráskodni, próbálja az ügyeket megoldani, és azt látja, hogy teljesen kimerült és fáradt Mózes, amikor azt mondja, hogy Mózes, nem csak te kaptál bölcsességet az Istentől, hanem én is kommunikálok ám a te Isteneddel. És ő azt mondta nekem, hogy próbálj ki valami mást. Annyira elfoglalt vagy, hogy nem veszed észre, hogy tönkre megy az életed, de ezt nem kéri tőled az Isten. Hanem minden 10 emberből válasz ki egyet, aki a tizedes lesz. Szervezd meg ezt a népet. Azután 10 ilyen tízes csoport élére tegyél egy embert, aki legyen a százados. És minden 10 százas csoport élére tegyél egy másik embert, aki lesz az ezredes. És ha az ezredesek már nem tudnak valamit megoldani, akkor mondd azt, hogy jöjjenek hozzá. Ez volt az a lépés, ami miatt Mózes túlélte a 40 évet. Egyébként ideg összeroppanásba egy év alatt otthagyta volna a népet. Isten népe szervezett. Isten népében rend van. Tudom, hogy nem tetszik mindenkinek. Tisztában vagyok. Olyan a munkám, ahol nap mint nap találkozok sejtekkel, akik valami más szeretnének, mint ami a szervezet testben a rendhez tartozik. Van ilyen ebben a szervezetben is. Tudjátok, mi a neve? Rák. Rák. A rákos sejtek azt mondják, nekem ez túl lassú. Mi az, hogy így, tudom, 7 évente cserélődnek ki a sejtek, 7 évente van a megújulás. Ez túl lassú. Gyorsítsuk fel! És jön a rák. És azután már nem tudja megállítani magát. És miközben azon dolgozik, hogy táplálja magát, közben elpusztítja azt a forrást, amiből táplálkozik. Ez a retteget rákbetegség. Nem mindig kellemes beilleszkedni a rendbe. Nem mindig kellemes keretek között maradni, de a test státusz elfogadása ezt is jelenti. Az apostolok először egy testületet hoztak létre, amelyik Jeruzsálemben irányította az egész közösséget. Azután nőttek a helyi gyülekezet méretei. Helyi diakónusokra bízták a közös teendők szervezését. Később, amikor tovább terjedt a misszió, az apostolok nem lettek jelen mindenhol, ezért presbitereket állítottak minden megalapított gyülekezet élére. Később régiókra tagoltan szervezték meg. Galáciai levél első fejezet második versében azt olvassuk, hogy a galáciai, kiknek írja Pál, a galáciai gyülekeze
Emlékszik valaki? Ne, gyülekeze. Nem, gyülekezeteknek. Tehát a Galácia régiójában lévő gyülekezeteknek írja a galáciai levelet. Mert ott már nem egy gyülekezet volt, hanem több volt. Ők már egy régiót alkottak. Lépésről lépésre kialakult a szervezett egyház. Ugyanazon modell alapján, ahogy Isten az Ószövetségben megmutatta Jetrónak és Mózesnek. Ezt követi a hetednapi adventista egyház is. Mert így értjük a Bibliából, hogy az egyház legnagyobb tekintélye, és kérdezem, hogy hol van? Tegyek föl egy tesztkérdést is. Hol van az egyház legnagyobb tekintélye? Gondolhattok a generál konferenciától kezdve, az egyháztelet, unió, bármire gondolhattok. Hol van az egyház legnagyobb tekintélye? Tessék? Így van, nyilván a forrása, mondtuk, hogy a fej, most az emberi dimenzióra gondoltam, ott. Az egyház tagokon van az egyház legnagyobb tekintélye. Krisztus a fej, és a tagok Krisztus tagjai. Az egyház tagok képviselőket választanak. Az egy helyen élő tagok gyülekezet képviselőket választ, és a képviselők, a gyülekezetek képviselői megválasztják abban a régióban élő egyház területnek a vezetését. És az 53, mondjuk ezt, 53 gyülekezet alkot egy egyház területet. És azt mondja az 53 gyülekezet, hogy a szavazatával bizonyos jogokat átad az ő tekintélyéből. Például milyen jogokat ad át? Az 53 gyülekezet. Átadja azt, hogy nem mi munkáltassuk a lelkészeket, hanem az egyház terület. Nem mi koordináljuk a missziós források elosztását, hanem az egyház terület. Nem mi intézzük az épületekkel kapcsolatos jogi ügyeket, hanem az egyház terület. Ezt a jogot, ami Istentől kapott tekintélyünk alapján, átadjuk. És ebből a tekintélyből táplálkozik mindaz a feladat, amit egy egyházterület végezhet. Azt nem valahonnan kapta a minisztériumtól, vagy a generálkonferenciától, hanem a tagságtól. Azután az egyházterületek azt mondják, mondom a bibliai példának a mai megjelenési formáját itt Magyarországon, két egyházterület, hogy alkotunk egy uniót, és a tagságtól kapott felhatalmazás egy részét továbbadjuk, és azt mondjuk, hogy az a bős dolog, hogyha az intézményeket országos szervezet irányítja. Az a bős dolog, ha egy országos szervezet tartja a kapcsolatot, akár a hatóságokkal, akár a generálkonferenciával, és így tovább. A jogok egy része átkerül az unióra. Azután a világ uniója, azt mondják, az innen jövő tekintély és jogosítvány egy részét tovább adják, és ez a generálkonferencia szintje, és ettől kezdve nem az uniók határozzák meg, hogy mi egy alapvető hitelv a hetednapi adventista egyházban, nem is a gyülekezet, nem is az egyházterület, hanem ez a jog, ez a hatáskör átkerült a generálkonferenciára. Hogy mi legyen egy gyülekezeti kézikönyvben? A világegyház vezetésének a hatásköre, és így tovább. Ahogy a bibliai modellből megérti a szervezettséget az egyház, így épül fel. És így a nágocsi gyülekezet ennek a szervezett egyháznak a része lesz. Egy régióhoz tartozik, egy körzethez. Ahol van már gyülekezet, a Siófok, a Balatonlelle, annak szorványok, azután ezzel a körzettel együtt egy egyházterület része lesz, a Dunamelléki egyházterület része. A Dunamelléki egyházterületen keresztül részévé válik a Magyar Uniónak. És mivel a Magyar Unió tagja a generálkonferenciának, annak is az európai régiójának, a transzeurópai divíziónak, így részévé váltok a generálkonferenciának is. Mi van egy kérdésünk, látjuk, hogy miért ilyen a test, és miért szervezett
hogy hogyan bánnak egymással a tagok a testben. Ez a harmadik nagy kérdés ennek a szakasznak. Egyik az volt, hogy ki a fej és mi a dolga. A másik az, hogy mi a test és miért szervezet. És a harmadik, hogyan bánnak egymással a tagok a testben. Nem csak a Kolossi levél foglalkozik ezzel, a Korintusi levél is, Filippi levél is. Csak néhányat említsünk meg. Például a Filippi levél azt mondja, hogy a tagok magukat mindig különnek tartják a másiknál. Nem? Nem? Akkor ti jól értitek. Én sok helyen találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy Istentől vett mandátumként érzik egyesek, hogy maguk bebizonyítsák, hogy ők jobbak, mint a mellettük ülők. Van ilyen? Odakint. De nem Krisztus testében. Krisztus testében a tagok egymást különnek tartják maguknál. Azután. Korintusi levél 12-ben azt is olvassuk, hogy a tagok együttérzőek. Ha szenved valaki közülük, akkor azt mondjuk, hát úgy kellett neked. Te kerested magadnak. Látszik, hogy van Isten az égben. Remélem érted Isten fenyítését. Majd imádkozunk érted, majd egyszer. Vagy éppen beleszúrunk abba a sebbe még egy kést is. Vagy megszórjuk sóval a sebeket. Van ilyen, van ilyen. De nem Krisztus testében. Krisztus testében a tagok együtt éreznek a másikkal. Egymást segítik, egymást terhét hordozzák. Nem kritizálják egymást, hanem segítik egymást. Soha nem hallottam, pedig éjszaka figyelem, hogy a kezem nagy kritikát fogalmazna meg a lábammal kapcsolatban. Soha nem hallom, hogy valahogy el vannak egymással a tagok. És azt mondja az ige, hogy ez van Krisztus testében is. Nem kritizálják egymást a tagok, hanem segítik egymást. Azután értékelik a különbözőséget. Elismerik ennek a létjogosultságát, és tudom, hogy talán ez lesz a legnehezebb kérdés. Mert vannak ilyen kiemelt tagok, kiemelt irányzatok Isten népek között, és azt mondják, hogy a kéz az a legjobb. És aki nem kéz Isten népe között, az nem követi az igazságot. Van gyülekezet, aki azt mondja, hogy nem, a láb, az a tradicionális, az az igaz, az a régi, ami elvisz minket oda, ahova szeretnénk. És aki nem láb, az mind liberális. Testvéreim, van ilyen, de nem a testben, nem Krisztus testében. Krisztus testében nincs ilyen. Krisztus testében elismerik azt, hogy a lélek osztja a lelki ajándékokat. A lélek osztja képességeket, ahogy én akarom. Ahogy az egyház terület akarja. Ahogy az unió akarja. Ahogy ez a gyülekezet akarja. Nem. Ahogy ő akarja. Ahogy a Szentlélek akarja. Testvéreim, nem csak egyenként vagytok a gyülekezet tagjai, hanem ez a gyülekezet is egy tag lesz Krisztus világszéles testében. El kell fogadnotok valamit, nem lesz mindenki olyan, mint a nágocsi gyülekezet. Baj ez? Nem. Ez érték. Nem kell mindenkinek olyannak lennie, mint a nágocsi gyülekezet. A nágocsi gyülekezetnek nem kell azt a lelki terhet magára vennie, hogy addig nem nyugszik, amíg mind a 200 ezer gyülekezetet nem alakítja át a saját mintájára. Amíg a 18 millió tag nem lesz olyan, ahogy mi gondoljuk, hogy lennie kellene. Ezt nem bízza rátok az Isten. Olyan Istenünk van, aki hozott egy evangéliumot, és azt mondta, hogy mivel sokféle ember van, ezért elhívom Mátét, akiről tudom, hogy hogy fogja elmondani. De azután elhívok egy fiatal Márkot, aki türelmetlen, és végig azt mondja, azonnal, 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 és pillanatok alatt a szenvedés történetnél van.
De tudom, hogy ez nem mindenkinek emészthető, ezért elhívok egy Lukácsot, aki utána jár mindennek. És úgy írja le, hogy még a pogányok is értsék. De tudom, hogy vannak olyanok, akik mindent a lelki folyamatok köré tesznek, ezért elhívom Jánost, az utolsó élőt, aki még egyszer elmondja, úgy, hogy ők is értsék. Ilyen Istenünk van. És nem olyan, aki nem olyan, mint Máté, az mind tűnjön el Isten népe közül, nem. Aki nem olyan, mint Márk, annak nincs helye Isten népe között. Nem, mi emberek ilyenek vagyunk, mert szeretünk mindent a saját képünkre alkotni. Sokszor olyan vezetők vagyunk, hogy szeretünk minden úgy legyen, ahogy én látom jónak. Ezeknek a neve diktatóriák. Voltak ilyenek. Diktátorok, akik mindent szeretnének a saját képükre formálni. De Isten népe között nem így van. Isten népe között van létjogosultsága a különbözőségnek, nyilván a szervezett élet keretein belül. Nágocsi gyülekezet több mint 32 taggal, vagy 32 taggal kész önálló gyülekezetté válni. És ezzel vállalja, hogy ebben a régióban, ebben a községben és a környező településeken így képviselni fogja Jézus Krisztus a fej tanítását. Vállalja azt, hogy képviselni fogja Isten világszéles népének a küldetését, üzenetét. A küldöttjei révén hallatni fogja a hangját az egyház regionális vagy országos szervezetében. És adományaival hozzájárul, úgy a helyi, a regionális, mint a világszéles céloknak a megvalósításában. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 1000 forint tizednek mi az útja. Vannak olyan tagjaink, akik már 20-30 éve tagok, és fogalmuk sincs erről. Hogy az az 1000 forint tizedből 310 forint az egyház területtől tovább megy az unióhoz. 310 forintnak egy része tovább megy a divízióhoz. Annak egy része tovább megy a generálkonferenciához. Minden egyes 1000 forintos tizednek egy része, az általad fizetett tizednek egy része segít a világ el nem élt területein az evangélium terjedésébe. Segíti az országos intézmény hálózat működtetését, a kiadót, a segélyszervezetet, a főiskola működését, és a 69%-a pedig segíti az egyházterület működését, a lelkészek és a missziónak a működését. Isten így szervezte meg az ő népét, hogy ne csak a saját terhünket hordozzuk. Ne mondjuk azt, hogy nekünk csak Nágocs fontos, csak a mi közösségünk fontos, nem. Amikor adunk, akkor ezzel az egész világ küldetéséhez hozzájárulunk. És nagyszerű dolog ilyen módon ezt átélni. Számomra mindig egy rendkívüli tapasztalat, amikor azt oda teszem, és tudom, hogy ez az adomány Isten elviszi olyan kontinensekre, olyan népek közé ennek egy részét, akiknek a nevét sem tudom kiejteni. De Istennek gondja van rájuk is. Ez az a nap, amikor ez a gyülekezet megszületik a világszéles egyházban. Ezért azt kérem, hogy legyetek és maradjatok a test tagjai, és hagyjátok, hogy ennek a gyülekezetnek Krisztus legyen a feje. Azzal a tudattal, hogy egy nagy és világszéles család részeivé váltok. Úgy jöttetek ide, hogy egy kis szervezet tagjai voltatok, és úgy mentek el ma, hogy egy 18 milliós családnak a teljes jogú tagjaivá váltok. Isten áldja meg, és tegye maradandóvá ezt a tapasztalatot. Amen. Amen.
vallás ünnepélyes percei következnek. Ezért arra szeretném kérni a nágocsi testvéreket, akik írásban jelezték ezt a szándékukat, és akik készek megvallani hitüket, és ezzel a hetednapi adventista világszéles egyház tagjaivá válni, azokat kérem, hogy most álljanak föl. Kérlek benneteket, hogy a hitetek és meggyőződésetek szerint hangos igennel tegyetek bizonyságot Isten és a közösség előtt. A tanúk népes közössége előtt. Elfogadod-e a Biblia tanításait úgy, ahogyan azok a hetednapi adventista egyház alapvető hitelveiben megtalálhatók, és elkötelezed-e magad arra, hogy Isten kegyelme által ezen alapelvekkel összhangban élj? Elfogadott és hiszed-e, hogy a hetednapi adventista egyház a bibliai proféciák maradék egyháza, és hogy Isten minden népből, fajból és nyelvből kihív és elfogad embereket ebbe a közösségbe, és elfogadod-e testvéreidként az egyház tagjait szeretettel fordulva feléjük? Szeretnéd-e Jézus Krisztus hű sáfáraként, személyes befolyásoddal, tizededdel és adományaiddal, valamint a szolgálatra odaszánt életeddel támogatni az egyházat és annak misszióját? Szabad akaratodból, az ige tanulmányozásának és a Szentlélek munkájának hatására szeretnél-e a világszéles hetednapi adventista egyház helyi gyülekezetének tagja lenni? Igen. A ti vallomásatokat hallotta Isten, hallotta a tanúknak nagy sokassága. És amit itt a földön megköttök, van egy ígéretünk, odafent is meg van kötve. Ezzel a tudattal foglalhattok most helyet, hogy ettől a pillanattól kezdve ennek a nagy családnak tagjai lettetek. Foglaljatok helyet. Ebben a pillanatban legalább 32 olyan tagja van a hetednapi adventista egyházban, akik nem tartoznak egyetlen egy gyülekezethez sem. Ebben a pillanatban Nágócson nincs hetednapi adventista gyülekezet. És ha nincs, akkor mi a következő lépés? Hogy legyen. Szeretnétek-e, hogy legyen Nágócson hetednapi adventista gyülekezet? Igen. Igen. Akkor a következő percek a hetednapi adventista egyház nágócsi gyülekezetének a megszervezése. Az egyház által rám ruházott tekintély alapján arra van jogosítványom és felhatalmazásom, hogy saját jogon 3 tagot vegyek föl a nágócsi gyülekezetbe. Többet nem. És engedjétek meg, hogy ebből a listából én magam meggyőződésem alapján tegyem meg ezt a 3 megállapítást és jelölést, akik a nágócsi gyülekezet magját alkotják. Elsőként Kis Bélánét szeretném szólítani. Talán nem kell elmondani, hogy miért lesz ő az első és alapító magja a nágócsi gyülekezetnek. Megkérhetlek, hogy gyere ide előre. Azért, mert ő az, aki
talán a legrégebb óta imádkozik ezért. Legalább 40 éve. 49 éves tag. De hogy ezért a mai napért legalább 40 éve imádkozik. Ezért ő az első tagja ennek a magnak. Másodikként Horváth Gábort szeretném szólítani. Hogy miért, azt talán értitek, jövőbe tekintő szemekkel is. És harmadikként pedig Kis Szilvesztert szeretném, aki itt Nágócson az első pillanatoktól jelen volt, amikor itt még nem volt semmi. Azután kezdett lenni valami. Testvéreim, ti hárman, azon a jogon, amit én az egyháztól kaptam, ettől a pillanattól kezdve a nágocsi gyülekezet magját alkotjátok. Nekem itt az én felhatalmazásom megszűnik. Nekem nincs több jogom, hogy egy negyedik tagot kijelöljek, hogy ő is a nágocsi gyülekezethez tartozzon. Ettől a perctől kezdve ez a jog rátok száll, és nektek megvan a jogotok, hogy azt mondjátok, hogy szeretnétek-e itt Nágócson hárman alkotni a gyülekezetet, vagy szeretnétek, ha egy negyedik személy is csatlakozna ez a maghoz. Viszont mielőtt tovább mennénk, szeretném, ha egy jelképes alapító okiratot is alkotnánk, hiszen a régi időkben ez úgy volt, hogy amikor átment Izrael népe a Jordánon, akkor azt mondta az Úr, hogy hozzatok onnan köveket. Kérdezték, hogy miért hozzunk onnan köveket, hiszen nagyon nehezek ezek a kövek. Hát azért, hogy fölállítsátok a parton, és miért állítsuk föl a köveket? Hát azért, hogyha jönnek majd a gyermekeitek, jönnek az unokák, és megkérdezik, hogy mit keresnek itt ezek a kövek, akkor mondjátok el a történetet. Mondjátok el, ha kérdezik, hogy hogyan vezetett benneteket az Úr. Én nem hoztam köveket, nem bírtam volna el, hanem hoztam egy alapító okiratot, ahová rákerülnek azok a nevek, akik vállalják, hogy ennek a gyülekezetnek a tagjai lesznek, illetve akik felvételt nyernek ebbe a gyülekezetbe. Egy olyan tollat hoztam, amiről azt írják, hogy a tintája 100 évig megmarad. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy azt várjuk, hogy a nágocsi gyülekezet 100 év múlva is itt legyen a Földön. Nem szeretnénk már itt lenni a Földön, de ha ti vigyáztok rá, akkor ez vigyázni fog magára. Illetve egy nagyon hegyes végű toll, amivel valósággal be kell vésni a neveteket ide. És amikor ezt megteszitek, akkor kérem, hogy vegyétek Istennek az üzenetét. Ézsaiás 49. fejezetéből, ha valaki ki tudja vetíteni, Ézsaiás 49. fejezet 16. versétől egészen a 19-ig. Íme, az én markaimban metszettelek fel téged. Amikor beírjátok, bemetszitek a neveteket ide, gondoljatok arra, hogy a megváltó az ő tenyerébe véste bele a neveteket. Ezzel történhet bármi. Felgyúlhat eléket, ellophatják, elvihetik. De Isten tenyeréből a ti neveteket kitörölni, Krisztus testéből a ti neveteket kitörölni, soha senki nem teheti meg. Ha csak ti nem akarjátok, és ti nem kéritek. És kérem, vegyétek ezt az üzenetet. Elősietnek fiait. Rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. Emeld fel körös körül szemeidet, és lássa, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájukat, mint ékszert. Ez Isten ígérete. És amikor ti elsőként aláírjátok ezt, kérlek benneteket, hogy ne sorba, hanem úgy, hogy beteljen a nevetekkel az egész rendelkezésre álló hely, akkor gondoljatok, hogy arra, hogy Istennél ez az ígéret teljesedik középre, középre, középre az elsőnek a neve, középre. És amikor ez megtörténik, kérem a tanukat,
hogy ne szótlan tanuk legyenek. Amikor egy nép ide felkerül, akkor azt mondjuk, hogy? Amen. Amen. Köszönöm szépen. Egy alapító tag, az első, itt van. A második. Két tagja van a gyülekezetnek. Amen. És most lesz a harmadik tagja. Megvan a harmadik tagja a gyülekezetnek. Mit mond a gyülekezet? Amen. Kérném a segítőmet, hogy mostantól egy kis segítséget adjon nekem. És mivel az előbb azt mondtátok, hogy jöhet egy negyedik tag is a gyülekezetbe, ezért én teszek javaslatokat. És akire azt mondjátok, hogy igen, az lesz a negyedik tagja a gyülekezetnek. Bánhidi Tibor. Mi a gyülekezet magjának a javaslata? Hangos igennel tudtok szavazni. Igen, igen. Igen. Erre a gyülekezet, a tanúk azt mondják, hogy? Amen. Amen. Most alá lehet írni. Meg Tibor, ettől a perctől kezdve a Nágocsi gyülekezet tagja vagy. Köszönöm szépen. Most már négyen tudtok szavazni az ötödik tagra. Bánhidiné Kovács Zsuzsanna. Mi a szavazatotok? Koppány Boglárka, bocsánat. Bánhidiné Koppány Boglárka. Köszönöm szépen. A szavazatotok? Igen. Igen. Bohárné Kovács Zsuzsanna következő nevünk, de megvárjuk még, amíg öt tag tud szavazni ebben a gyülekezetben. A ti jogotok és jogosítványotok tagokról szavazni soha senkinek sem. A generálkonferencia senki nem dönthet gyülekezeti tagság kérdésében, csak a gyülekezet, és most ezek ti vagytok. Hát a következő nevünk Bohárné Kovács Zsuzsanna. Itt van? Igen. Várjunk még az ámennel, mert még nem történt szavazás. Most lesz a szavazás. Igen? Igen. Amen. Köszönöm szépen. Kérlek, fáradj te is a gyülekezethez, a következőnél is szavazhatsz, és majd lehet, hogy ezt egy kicsit nagyobbá kell tenni, vagy hátrébb húzni, hogy legyen elég helyünk. Köszönöm szépen. Mert én úgy látom, hogy ez a gyülekezet nagy akar lenni. Duca Róbert. Itt van jelen közöttünk. Igen, mi a gyülekezet szavazata? Igen. Tanuk? Amen. Kérem, fáradj ide. Aláírásra is ugyanakkor pár pillanat után te is a gyülekezet részeként szavazhatsz a következő névre. A következő nevet kérem előre jönni, következő személy Duca Ágnes. És még várunk a szavazattal, mert megvárjuk azt, hogy de előre lehet nyugodtan jönni, és most már egyel többen a szavazatotok? Igen. Igen. Tanuk? Amen. Amen. Kérem, készülődjön a következő, és jöjjön ide ki, Kántor Boglárka. Annak, akik szavaznak, szavazatotok? Igen. Tanuk? Amen. Amen. Kérlek, Boglárka. Írd alá. És közben jön ide ki a következő személy, Író Vilmos. Nagyobb körben
tudjátok eldönteni, hogy lehet ő tagja a Nágocsi gyülekezetnek? Igen. Igen? Amen. Alá lehet írni. Kérem a következőt, Íróné István Enikő. Gyertek nyugodtan ide a gyülekezet elé is, úgy szerintem szépen. Bőven még úgy fordulhattok nyugodtan a gyülekezet elé. Szavazatotokat még nem hallottam. Igen. Tanuk? Amen. Amen. Kérem a következő szemét, fáradjon előre, Györke István. Jelen van? Itt vagyok. Itt van. Jó, akkor te jó helyen vagy. De segíthetünk, hogy mégiscsak még jobb helyre kerüljön. És aláírásban meg tudjuk oldani. Igen, várjunk, mert a tanuk nagyon éberek is. Megfigyelték azt, hogy még a gyülekezet nem mondta azt, hogy igen, igen, most lett a... Ám, köszönöm szépen. Tanuk nélkül nem menne. Nem. Keresztes Endre. A jelen van, kérem, fáradjon előre. Köszönjük szépen. Ez egy értékes aláírás, ami most született. Köszönjük szépen. Most kérem mindannyiatok szavazatát. Igen. Igen. Amen. Kérem Keresztes Endrénét, hogy fáradjon ide. Töltsétek be a teret, ott amennyiben csak lehet az aláírásokkal. Jó, szépen kezd betelni. Azért a tanukat is kérdezem, hogy láttatok már ilyen gyorsan növekvő gyülekezetet? El tudnátok viselni a saját gyülekezetetek, ilyen iramban növekedne? Jó ezt nézni, nem? Hogy az Úr népe, hogy növekszik. És még mielőtt aláírnád, meg kell kérdeznem a gyülekezetet, hogy szeretnétek-e, hogy ő is tagja legyen a gyülekezetnek? Igen. Amen. Amen. Alá lehet írni. Kis Gergő, a következő, kérem fáradjon előre. Megvárjuk, amíg itt van egy nagyobb csapat, és most kérem, egyetértetek azzal, hogy Kis Gergő tagja legyen a Nágocsi gyülekezetnek? Igen. Amen. Éberek, a tanuk, a fiatalok, a legfiatalabbak is már tudják, mit kell. Nagyszerű, nagyon jó. Kis Henriettát kérném, és kérdezem, hogy egyetérte a gyülekezet, hogy ő legyen az újabb tagja a Nágocsi gyülekezetnek? Igen. Amen. Amen. Le lehet írni. Kis Mátét kérném, hogy váradjon ide. Köszönöm szépen. Most, amikor mindannyian itt vagytok, egyetértetek, hogy fiatal ember is legyen tagja a Nágocsi gyülekezetnek? Igen. Igen. Amen. Amen. Kis Mónika. Itt van jelen? Itt közel. Jó. Te aláírtad, akkor oda lehet. Már a gyülekezet részeként te is szavazhatsz a következő személyre, akire válaszotok. Igen. Igen. Amen. Amen. Kis Szilveszterné. Kérem, fáradjon előre. Mindannyian elmondhatjátok szavaz, véleményeteket erről, szavazatotokat, válaszotok? Igen. Igen. Tanuk? Amen. Amen. Magos János. És egyre nagyobb a gyülekezet, és egyre hangosabb a gyülekezet hangja, amikor megint azt mondja, hogy igen. Igen. És egyre halkabb a tanuk hangja, mert veszítenek a soraikból. Magos Jánosné. Gyerek, váradj előre. És most már egyel több tag mondhatja és szavazhat. Magos Jánosnéról szeretnétek, hogy tagja legyen a Nágocsi gyülekezetnek? Igen. Amen.
Amen. Azért van itt még kapacitás a tanuknál. Miszlai Lajosné. Egyel nagyobb számú gyülekezet szavazhat. Mi a válaszotok? Igen. Amen. Amen. Varjú Tibor Zoltán. A gyülekezet tovább nő, és egyre kevesebb hely maradt az alapító okiratban. És látom, hogy ez nem tölt el aggodalommal benneteket, hanem pont fordítva, örömmel figyelitek ezt a növekedést. És kérdezem most már egy fővel nagyobb gyülekezettől, hogy az új tagra mit mond a gyülekezet? Igen. Tanul? Amen. Amen. Szabó Tamás. Köszönöm szépen, nőtt a gyülekezet. Kérdezlek benneteket, egyetértetek, hogy Szabó Tamás tagja legyen a Nágocsi gyülekezetnek? Igen. Amen. Szabó Johanna. De megvárjuk, ameddig Tamás is tud szavazni, hiszen számára is ez fontos. Lehet ezt az igent kimondani. Egyetértetek, hogy új taggal bővüljön a Nágocsi gyülekezet? Igen. Amen. Kuti Dávid. Jelen van? Igen, látom. Fáradj oda a gyülekezethez, hiszen egyel nőtt a gyülekezet létszáma, akik szavazhatnak, és azt mondhatják új testvérünkre, hogy? Igen. Igen. Amen. Amen. Kuti Hajnalka. Megvárjuk, amíg Dávid is szavazóképes lesz azzal, hogy ide áll, ahol a helye. És azt mondhatjuk Hajnalkára mindannyian? Igen. 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 Amen. Amen. Két olyan tagról kell most szavazon a gyülekezet, akik betegség miatt fizikailag nincsenek jelen. Ezért kérdezem tőletek, hogy ismeritek-e Boda Józsefnét? Meg vagytok-e győződve arról, hogy ezt a hitvallást követi? Ő is szeretne tagja lenni hitvallás feltételei szerint a Nágocsi gyülekezetnek. Tudtok erről? Igen. Van-e valami kifogás kérdés vele kapcsolatban? Nincs. Akkor a gyülekezetnek mi a szavazata? Igen. Igen. Amen. Amen. Ettől a pillanattól kezdve Boda Józsefné is tagja a Nágocsi gyülekezetnek. Bahorec Ilona szintén beteg. Ismeritek-e őt? Igen. Igen. Meg vagytok győződve arról, hogy az ő hitvallása egyezik azzal a hitvallással, amit ti elmondtatok Isten előtt? Igen. Van-e valami kérdés kétely vele kapcsolatban bennetek? Nincs. Akkor most kérem a szavazatotokat. Igen. Amen. Amen. Köszönöm szépen. Ezzel 29 tagja van a Nágocsi gyülekezetnek. Vannak itt azonban hárman olyanok, akik hetednapi adventista egyház siófoki gyülekezetében voltak tagok. Nemrég a siófoki gyülekezet szavazott arról, hogy átküldi vagy elengedi átküldöző tagsági levelét, amennyiben a Nágocsi gyülekezet befogadja őket, és igennel szavaz a tagságukra, úgy mától kezdve az ő tagságuk a siófoki gyülekezetből átkerül a Nágocsi gyülekezetbe. Pintér Róbert. Kérem Róbertet, jön elő, egyetértetek azzal, hogy ő is aláírja az alapító okiratot, hiszen a mai nap válik ő is tagja a Nágocsi gyülekezetnek, de csak azután, miután szavaztatok. Mi a válasz a gyülekezetnek? Igen. Igen. Ez meggyőző. Amen. Amen.
Pintér Robertné. Sándor, itt a helyed mostantól. El ne menj, el ne hagyd a gyülekezetet. Mert ebben a pillanatban te is szavazhatsz. Következő névről, aki Pintér Robertné, szintén a siófoki gyülekezet adja át a tagságát. Mi a ti válaszotok? Igen. Igen. Amen. Amen. És még van egy nevünk, Kátai Sándorné. Oda is vihetjük a... Tud jönni. Jó. Egy széket hozzunk ide. Jó. Megkérhetünk, hogy beírd a nevedet erre a nagyon szép emléklapra. Jó. Jó. Köszönöm szépen! Próbára teszlek benneteket. Mi a gyülekezet válasza? Igen. Igen. Köszönöm szépen. Mi lenne nélkületek? Gyönyörű szép aláírás lesz ez is. Köszönöm szépen. Ezzel elkészült az alapító okirat. Itt majd emögött van egy üveg. Ezt akartam volna kérdezni. Miután ezt elmondom, hogy van egy emögött egy üveglap, akinek ügyes keze van, majd pattintsa ki és tegye rá, és gondoskodjatok arról, hogy egy szép megfelelő helyre kerüljön a falra. És most kérdezném meg, hogy maradt-e valaki ki olyan, aki valami miatt vagy mert nincs itt a listán, vagy mert most szerette volna ezt eldönteni, és nem hallotta a nevét. Köszönöm szépen. Kálai András, jól mondtam, Kálai András, itt van. Jó, és a másik név? Kálai. Albrecht Anita, itt van. Köszönöm szépen. Akkor kérném szépen még a szavazat után majd a segítséget. Itt van Kálai András. Nagyszerű, először megkérdezem a gyülekezetet, hogy szeretnétek-e, hogy Kálai András tagja legyen a Nágocsi gyülekezetnek? Igen. Amen. Akkor még szükségünk lenne a tollra. Az egy rendkívüli toll, úgyhogy nem tűnhet el. Jó. Hogy egy kicsit, igen, erőteljesen kell, mert ezzel véssük be a nevünket. Úgy, hogy ne törölhesse ki senki többet. Köszönöm szépen, András. Ezzel kérlek, lépj te is a gyülekezet sorába. És van egy utolsó, Anita. Gyere, légy olyan kedves, miután a gyülekezet szavazatával elfogad téged, azután ezt alá lehet írni. Mi a gyülekezet szavazata? Igen. Igen. Amen. Amen. És kérünk, hogy te is állj ide a sorba. Köszönöm szépen, és most kérdezem meg még egyszer, hogy van-e valaki, aki tudomásotok szerint itt szeretne lenni, és kimaradt, nem hangzott el a neve? Van-e bárkinek tudomása ilyenről? Nincs. Természetesen a Nágocsi gyülekezet pillanatnyi állapotát mutatja ez a helyzet. Holnaptól, következő szombattól növekedhet tovább, és reméljük, hogy legalább ilyen dinamizmussal növekedni fog tovább. Köszönöm szépen. Valakit meg szeretném itt átadni itt középen, hogy ezt még tartsa. Itt meg egészen addig, amíg a felajánló imádságot elmondjuk a gyülekezetért, illetve felajánljuk az Úrnak ezt a házat, mert eddig ez nem volt lehetőség, most ezt megtehetjük. Az Úr áldását kérjük rátok is,
és erre a gyülekezeti épületre is. Kérem a gyülekezetet, fennállva vegyen részt az imádságban. Úr Jézus Krisztus, háladó szívvel állunk előtted. Nem tudjuk szavakban elmondani, hogy mennyire szép és gyönyörű az, amikor azt látjuk, hogy ez a család, a te néped növekszik, gyarapszik. Köszönjük, hogy itt van előtted megszervezve, szervezetten a nágocsi gyülekezet. Köszönjük, hogy az ő szívüket szent lelked által indítottad, hogy egy ilyen döntést hozzanak, hogy ide tartozzanak a te népedhez és ehhez a gyülekezethez. És most áldásra emeljük a kezünket, és azt kérjük, hogy te a mennyből, ahogy megígérted, hogy amit itt a te néped megköt, az ott is kötve lészen. Sőt, még azt is mondtad, hogy nem csak egyszerűen kötve lesz, hanem nagy örömmel követi a menny. Amikor itt a család bővül, akkor mennyből a te áldásodat küld a nágocsi gyülekezetre. A nágocsi gyülekezet minden egyes tagjára. Áld meg őket, mint közösséget, akik ezért a községért, a környező településekért, az itt élő emberekért fognak dolgozni. Talán most semmi ne legyen fontosabb számukra, mindezt a küldetést, ami miatt őket elhívtad, hogy ezt teljesítsék. Áld meg őket, ahogy erre felkészülnek, ahogy imádkoznak, ahogy igédet olvassák. Áld meg őket, mint egymást lelki gondozzák, segítik, ahogy együtt éreznek egymás örömével és szenvedésével. Áld meg őket, hogy aktív részei lehessenek a nagy családnak, hogy támogatni tudják az egész népedet. Urunk, ők itt a legfontosabbak, ők alkotják itt, ezen a helyen a te népedet, a te egyházadat. De kérjük, hogy áld meg ezt a házat is, áld meg ezt a gyülekezeti termet is, hogy legyen az a hely, ahova bárki bejöhet, ahol otthonra találnak azok, akik békességet és nyugalmat keresnek, akik téged keresnek. Hogy legyen ez a hely a vigasztalás, a reménységnek a helye, a hit megerősödésének a helye. Tudom, hogy mindenki tudja, hogy ez egy biztonságos hely, ahol a szeretet légkör, az elfogadás az, amivel találkozhat. Uram, add, hogy ez a közösség szeretni tudja az idős tagjai, támogatni tudja, áld meg őket erővel. Add, hogy ez a gyülekezet szeretni tudja és támogatni tudja a gyermekeket, a fiatalokat, hogy itt maradjanak ezen a helyen, hogy ők is Krisztus mellett döntsenek. Uram, áld meg a gyülekezet minden további döntését, hiszen hatalommal, tekintéllyel, jogokkal ruháztat fel őket, hogy ezzel bölcsen éljenek, hogy a te nagy nevedre dicsőséget tudjanak hozni, egészen addig, amíg te visszajössz az ég felhőjén. Mindezt Jézus Krisztus, a te nevedért kértük, a te dicsőségedért. Amen. Helyet foglal a gyülekezet, ti még egy percre maradjatok. És láttam, hogy megelőztetek engem, de attól én még ezt elhoztam. És ahogy jöttem, megálltam a kapuban, és láttam, hogy ott már a hetednapi adventista egyház logója, tehát megelőztétek, profétikus tett volt föltenni a kapura, de azért mégiscsak behoztam. És ha találtok egy olyan helyet bárhol is, ahol ennek is helye van, akkor cselekedjetek vele a ti belátásatok, a ti bölcsességetek szerint. Szeretném átadni valamelyik MAK csoporttagnak, hogy ezt is tartsa egy pillanatra felemelve, de a két táblát, és addig, amíg ki tudom jelenteni azt, hogy
ettől a pillanattól kezdve ti a hetednapi adventista egyház, Dunamelléki egyház területének teljes körű, teljes jogú tagjaivá váltatok, mint Nágocsi gyülekezet. Azért, amit Isten egybe szerkesztett, ember soha többet el ne válassza. És most mondjuk a leghangosabb, Amen. A jó Isten áldjon meg benneteket. Énekeljük el így együttesen, még amíg itt vagytok, és az ének után menjetek csak a helyetekre, gyülekezet, kapcsolódjon be ebbe az énekbe, akár ülve is lehet, az Úrban nincsen észak-dél, sem kelet, sem nyugat. El tudjuk ezt énekelni azzal az örömmel és lelkesedéssel, ahogy ezt átéltük. Ülve, hogy lássam mindenki. Az Úrban nincsen észak-dél, nincs kelet, sem nyugat, csak egy nagy testvér közösség, akik ő igaz. Az Úrban minden bizonyszik, így közösségre lép, és szolgál. És most a záró énekünket énekeljük el, mindannyian fennállva, ami nem más, mint az advent himnusz, és azzal a meggyőződéssel énekeljétek, ami a szívetekben van. Azzal az erővel, és azzal a lendülettel. Úgy, mint akik hiszünk benne. Nemzete
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.